ami Amerikában történik, az felháborító, és úgy érzem, hogy aki megteheti, hogy ebben felemelje a hangját, annak meg is kell tennie. Azért jöttem ki, mert úgy éreztem, hogy engem is, mint egy afro-magyar hölgy nagyon sok diszkrimináció ér nap, mint nap. Ez még csak rosszabb azoknak, akik nem tudnak magyarul, és nagyon sok elnyomás éri őket nap, mint nap. Szeretném, hogyha egyel több hang lenne amellett, hogy igenis mindenki egyenlő. És nagyon fura az, hogy ezt még mindig magyarázni kell. De csak kliséket tudok mondani sajnos, de annyira egyértelmű, hogy miért vagyok itt. Racism in itself is global. Even people of the same color tend to discriminate against themselves. So I'm not here because of racism. I'm here because of systemic discrimination against people. Hát ez egy sokkal hosszabb történet, mint mondjuk Donald Trump elnöksége. Hát itt a rendszerben van kódolva az a strukturális hátrányos megkülönböztetés, ami Amerikában a feketéket éri, és amihez hasonlót ugyanúgy Magyarországon meg lehet mutatni a cigánysággal kapcsolatban. Úgyhogy nem elég sajnos egy rossz vezetőt leváltani, hanem az egész társadalom gondolkodás és működés módját meg kell változtatni, hogyha egy igazságos és biztonságos országban és világban szeretnénk élni. Óriási változásban van a világ jelenleg. Ami tavaly történt az ökomozgalmakkal, most ez történik a rendszer szintű igazságtalanságokkal kapcsolatban, és ez még egy csomó mindennel kapcsolatban meg fog történni, ezek mind összefüggenek. Végtelenül igazságtalan, elnyomó, kizsákmányoló az, ahogyan az emberiség jelenleg él a bolygón. Bízom benne, és hiszek benne, hogy egy óriási nagy radikális pozitív változásnak a küszöbén állunk. Ide jöttek egy ilyen tüntetésre? Ezzel? Saját magatok zárat csinálnál. Miért az európai érdeket nem éri rossz? Teljesen ilyen korlátok. Kérlek. Nem. Hogy ne érjen? Nem fér bele. Pont ez, ami nem fér bele. Ez nem fér. Ezért van. Ez az egész. Milyen célból érkeztetek ide erre a kegyeleti megemlékezésre? Tüntetni akartunk mi is a rasszizmus áldozataiért. Jó, és mi történt itt veletek? Nem engedték, mert szerintük, ha európai embereket éri rasszizmus, az nem rasszizmus, hanem az ilyen, nem tudom, provokáció. Ja, de miért gondolhatták úgy, hogy provokálni jöttetek? Hát mert ez egy ilyen politikai tüntetés. Tehát ez nem a rasszizmusról szól itt, hanem arról, hogy most akkor érezzük magunkat bűnösnek, mert történnek rendőri túlkapások, meg érezzük magunkat, nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát a privilégiumaink miatt akkor miért kivételezettek vagyunk, és akkor itt mindenkit ér rasszizmus, csak ugye az európai embert nem. Hát szerintünk meg minket is ér rasszizmus. Itt sokan kijöttek mondjuk Black Lives Matter-rel, vagy akármilyen Lives Matter-rel, mi meg European Lives Matter-rel. Szerintem ugyanannyi jogunk van a véleményünket kinyilvánítani. Van rasszizmus, de Európában ugyanúgy van. Mi meg ezért is szeretnénk felszólalni. A Magyarországon is van? Magyarország, hát a Deák tér, Olasz Liszka. Hát azt tudjuk, hogy a Deák téri sztori az nem egy rasszista alapú bűncselekmény volt, tehát ez egy hoax volt, amire rászervezték ezt a tüntetést, és szomorú, hogy már itt is álhírekeket küzdeni a legkomolyabb, a legsúlyosabb témáknál. Azok, akik most uszítanak, és azok, akik mondjuk egy ilyen eseményre is kijönnek provokálni, mint az említett vlogger, azokat a feszültségeket és azokat az indulatokat használják ki, amik a magyar társadalomban is felgyűltek, és nem csak az elmúlt 10 év, de megkülönböztetetten az elmúlt 10 év igazságtalan és a társadalmi rétegeket egymás ellen uszító politikája miatt. Sometimes I feel like a motherless child. Most rátérdelni valaki nyakára, én nem mondom, hogy a magyar rendőrség megtenné, de én, aki egy kicsit más színű vagyok, és minden egyes nap hallom, hogy menjek vissza oda, honnan jöttem, vagy hogy angolul beszélnek hozzám rendszeresen, nem mindenképp kezelnek magyarnak, pedig én magyarnak érzem magam. Tehát, hogy ezekből kiindulva én úgy gondolom, hogy rasszista megnyilvánulások vannak, tehát nem csak, hogy megtörténhat, hanem történik minden egyes nap. Van, aki levideózta. Ez a nagy különbség. Eddig sosem volt szociális médián elterjedő, egyértelmű bizonyíték. El lettek így tusolva a dolgok, hogy nem is úgy volt, meg így, meg önvédelem, meg mit tudom én. Ki lehet ezt szóval mindig magyarázni? Ja, és most így ez egy olyan volt, amit nem lehet kimagyarázni. I've come across instances where I have people
staring at me in like staring for a long time. I've had instances where people chant things to my face. I wouldn't call that racism. I would call that discrimination, because for all you know, some of these people are just curious that they have not seen people who are black. Az N betűs szóval nagyon sokat vagyok jellemezve. Megtörténik olyan, hogy sétálok az utcán, és idősebb férfiak elém köpnek. Ami kint a feketék ellen, az Magyarországon a cigányok ellen zajlik nap mint nap, az a hátrányos megkülönböztetés, ami az élet gyakorlatilag minden területét áthatja. Biztos, hogy az igazságszolgáltatásban jelen van a rasszizmus. Jelen van az eljárásokban, a rendőri intézkedésekben, a bíróítéletekben is. Ezt kimutatta számtalan független jogszociológiai kutatás. Én nem csak a 12 órás Amerika ügyekkel kapcsolatos megemlékezés, hanem a 13 órás a magyarországi cigányok elleni rasszizmus áldozataira emlékező gyűlésre is jöttem. Én azt gondolom, hogy a kettőt egyszerre fontos látnunk, és egyszerre fontos kiállnunk mind a két ügyben. Lehet, hogy egy kicsit kevesebben maradnak, hiszen azok, akik mondjuk a nemzetközi médiát olvassák, akik mondjuk itt tanuló külföldi diákok, lehet, hogy ők a magyar ügyekben kevésbé involváltak, kevésbé vonódnak be érzelmileg, de azok a felelős és jól tájékozott magyarok, akik kijöttek az egyikre, szerintem itt maradnak a másik eseményre is. Black or Roma, they are Hungarian or Americans, and they have the same rights, and they have the same, I mean, they have the same everything, but people see race as an important thing, we don't.